Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy megint itt lehetünk az ő házában, az ő jelenlétében. És kérlek benneteket, hogy hallgassátok nyitott szívvel az ő szavát, az ő üzenetét, hogy áldásokkal gazdagon távozatok el innen. A mai napon is egy történetet szeretnék elmondani nektek. És úgy, ahogy mondtam, kérlek benneteket, hogy hallgassátok nyitott szívvel. Ennek a történetnek a címe A mennybe megyek. A vonat éppen befutott a pályaudvarra, a peronon egy kislány várt az utipodgyászával, egy szatyorral, amelybe a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be. A kicsi felszállt és talált is ülőhelyet, egy még nem egészen teli fülkében. Kutatva nézett körül, és nézte az utasokat, akik azonban mind idegenek voltak. Fáradt volt a hosszú várakozástól, és az úti csomagját fejpárnának használta, hogy kissé kipihenje magát. Amikor jött a kalauz, nagy bizalommal megkérdezte tőle, hogy szabad-e itt aludni. Ő barátságosan igennel felelt, de utána látni akarta a jegyet. A kislány így felelt, nincs jegyem. Erre a következő beszélgetés alakult ki közöttük. Hova utazol hát? A mennybe megyek, válaszolt a kislány. A kalauz körülnézett, és csodálkozva válaszolt. Igen, és kifizeti a vonatjegyet. Az Úr Jézus, felelte a kislány, és hozzáfűzte. Ez a vonat nem a mennybe megy, és az Úr Jézus sem utazik rajta. Azt hiszem, nem, válaszolta a kalauz, akit zavart a gyermek nyílt szívűsége. De miből gondolod? Mert édesanyám gyakran énekelt egy éneket a vonatról, amely a mennybe megy, és az Úr Jézus kifizette az úti költséget mindenkiért, aki azon utazik. De most már nem tudja többé énekelni, nemrég meghalt. Ezért elhatároztam, hogy utána utazom, hogy ismét együtt legyek vele. Nem ismeri a dalt a vonatról, amely a mennybe megy? Kérdezte a kislány. Nem énekli a kislányának, hogy el tudjon aludni? Vagy nincs is kislánya? Kérdezte a kicsi a kalauztól, miután a kalauz csendesen végighallgatta. Megindult hangon azt válaszolta. Volt egy kislányom, körülbelül olyan idős, mint te, de már meghalt. Talán ő is a mennybe van. És most a bácsi oda utazik, hogy viszontlássa őt? Kérdezte a kislány nagy együttérzéssel. Néhány utas érdeklődve hallgatta a beszélgetést. Egyesek mélyen meghatódtak a kislány furcsa kérdéseitől. Valaki ezt mondta, ez egy angyal. Nem, Kati vagyok. Az angyalok az Úr Jézusnál vannak a mennyben. Ezután nagy bizalommal megkérdezte az utasokat. Mindnyájan a mennybe utaznak? Annak nagyon örülnék. Biztosan mind szeretik az Úr Jézust, és imádkoznak hozzá, ahogy a anyukám is mindig tette velem. Az anyukám azt mondta, hogy mindenki, aki valóban hisz az Úr Jézusban, minden nehézség nélkül a mennybe kerül. Édesanyád biztosan jó asszony volt, szakította félbe az egyik utas a kislányt. Az én anyukám azonban soha nem akarta, hogy valaki azt mondja neki, hogy jó ember. Mindig azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten, és hogy nem azok az emberek jutnak a mennybe, akik azt hiszik, hogy jók, hanem csak azok, akiknek az Úr Jézus megbocsátotta a bűneiket. A kislány kék szemét a kalauzra emelte, de még mindig nem mondta meg, hogy a mennybe utazik-e. Nem akarja viszont látni a kislányát a mennyben? Vagy nem is hisz az Úr Jézusban? A kalauz csöndben állt, és nem tudta, hogy mit kezdjen a kislánnyal. Az egyik utas értésére adta, hogy kifizeti a kislány jegyét. A kalauz azonban így válaszolt.
Meddig vigyünk magunkkal a kislányt? Nem hagyhatjuk, hogy valahol csak úgy kiszálljon. Mi lesz ebből a gyermekből? Komolyan aggódott miatta. Nyugodtan kérdezett tovább a gyermek. Mit mondjak a kislányának, ha találkozom vele a mennyben? Mondjam neki, hogy az apukája most nem tud a mennybe jönni, de később eljön őt meglátogatni? Az az utas, aki tanúja volt ennek a beszélgetésnek, tovább mesélte az esetet. Sajnálta, hogy a vonat éppen akkor ért a lakóhelye vasútállomásához, és le kellett szállnia. Később azonban megtudta, hogy Kati dolga jól végződött. Valaki az oltalmába vette a kislányt, és hazavitte, ahol a hozzátartozói már aggódtak érte. Előzőleg semmit sem mondott nekik a tervezett mennyei útjáról. Talán egy kicsit most mi is megmosolyogjuk a kislányt, de talán el kellene tűnődnünk ezen. Mi a megfelelő vonatot választottuk-e, hogy megismerjük a célállomást? Hova vezet az életünk útja? Eldöntöttük-e már, hogy mi az élet célunk? Ámen. Ennyi lett volna ez a történet, ami erről a kislányról volt. Ennek a kislánynak a lelkében élt az a tudat, amit az édesanyja elmondott neki. Az édesanyja valószínűleg beszélt a mennyről neki, és tudta a kislány, hogy az édesanyja a mennybe költözött. De ugye mivel vágyodott az édesanyja után, így elhatározta, hogy elmegy az anyukája után, és ugye mivel az anyukája énekelt egy éneket, amiben a vonatról szól, hogy a vonattal megyünk a mennybe, és van is egy ilyen ének, de nem tudnám elmondani most nektek, de tudom, hogy van egy ilyen ének, és az anyukája után akart menni. Nagyon, nagyon kedves és bájos volt ez a megnyilvánulás, amit a kislány mondott. Ugye, és belevonta az összes utas is, akik ott voltak ebben a vonatfülkében. Ugye, főként a kalauz, mivel nem volt jegye a vonatra. De mindenkit megérintett, ahogy a kislány beszélt a mennyországról. Ugye, azt mondják, hogy valóban, vajon mi megváltottuk-e a jegyünket? Hova váltottuk meg? Vajon mi is a mennybe szeretnénk menni? Ha igen, akkor nekünk is meg kell váltanunk a jegyet. Mi a jegy megváltásának a módja? Az, hogy befogadjuk a szívünkbe az Úr Jézust. És azzal váltjuk meg a jegyünket a mennyországba, hogy befogadjuk a szívünkbe az Urat, és járjuk az ő útját, hogy követjük az ő akaratát. És vele megyünk mindenhova. Tehát szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy milyen vonatra váltottuk a jegyet. Mert ugye van a gonosz is, aki bizony nem éppen szép helyre viszi az embereket, hanem a csalánságokkal, a sok-sok csábításokkal és rossz dolgokkal bizony a pokolba csábítja az embereket. Akiknek bizony nem lesz jó dolgok ott, tehát éppen ezért, aki még nem ismerte meg az Urat, és nem tudja azt, hogy igenis szükségünk van arra, hogy megismerjük őt, ahhoz, hogy a mennyországba mehessünk, be kell fogadnunk a szívünkbe, és igenis, hogy vele kell élni az életünket, odafigyelni rá, és követni mindenben az ő akaratát. Erre van szükségünk, testvéreim. És csodálatos dolog, ahogy ez a kislány hitte, ugye azt, hogy létezik a mennyország. Mi sokan felnőttek, nagyon sokan nem hiszük el, hogy létezik a mennyország, de ti, akik már befogadtátok a szívetekbe az Úr Jézust, ti már tudjátok, hogy igenis, hogy a menny létezik. És van. És mi már megváltottuk oda a jegyünket, és hisszük, hogy oda is érünk. Mi? Mert a vonatjegyünk már megvan.
Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért, hogy megismerhettük őt, és hogy a mi vonatjegyünk már megvan. Ti, minnyájan, akik befogadtátok az Úr Jézust a szívetekbe, ti már megváltottátok a vonatjegyet. Tehát testvéreim, ennyi lett volna a mai üzenet, amelyet adott az Úr a számunkra. Fogadjátok a szívetekbe, és ne felejtsétek el, hogy nektek már a vonatjegyetek megvan váltva, és utazunk a mennyországba, amikor eljön annak az ideje. Tehát, testvéreim, köszönöm, hogy meghallgattatok, és hálát adok az Úrnak azért, hogy ezt a történetet megoszthattam veletek. Az Úr legyen veletek, és áldjon meg titeket. Amen.